Hát igazából ez csak ilyen szájbontogatás, nem is a legideálisabb helyen történt, mármint látnivalók szempontjából, de azért remélem, hogy némileg hasznos lesz. Valamilyen szempontból, hogy lesz benne valami izgalom, aztán legközelebb majd igyekszek valami jobbat összehozni. Na szóval elindulunk Cavoyera fele. Remélem, hogy jó lesz a hang, ez még nagyon tesztüzemmód, de kínlódtam vele egy csomót, úgyhogy remélem, hogy jó lesz már, ha nem, akkor tökkön szúrom magam. Na van nafta a mociba, minden. Jaj, ezen a homokon egy kicsit óvatosan, ám Zoltán. Na, itt szervizelnek a németék. Nem kéne majd az elején eltaknyolni, elég szarul jön neki, nem? Na, látom, a GPS is magához tért. Nagyszerű. Reméljük, hogy minden össze fog állni. És a aksim is jól fogja bírni a kamerába. Lentebb hajtom így a plexit, hogy hát, ha így jobb lesz. Na, és akkor elindulunk itt jobbra, úgy látszik a tábla tanúsága szerint. Így is van. Na hát és kivételesen jó kis tengerparti út lesz. Van itt egy ilyen polip fesztivál visszább. Azt akarjuk megvizitálni. Itt cirka 21 km még a szél. Úgyhogy ennek jósol egy fél órát, úgyhogy hát odafele mindenképp reméljük kibírja az akkumulátor a kamerába. Jó lett az irányszög, minden. Hát itt ezek a kis portugál falvak. Van túl sok mindent, nem kell róluk tudni. Ez még egyébként egy viszonylag szép hely is szerintem. Mert voltunk másokkal rosszabb falvakba. Igen, ez a sípolás, nem tudom, belehallatszódik ez az irányjelző, a jó kis Kínából rendelt index relével. Hát a gyári index reléje a Hondának az nem volt az igazi. Hiába vettem meg a gyárit, de főleg az volt vele a bajom, hogy nem kattogott. Beázott ez a kínai $2 kaki, ez meg bírja. Jövünk. Közben majd lehet beszúrok egy ilyen 3-2-1 néha, és akkor úgy mutogatok a kezemmel. Az azért van, mert hát jelenleg nagy kínlódás árán sikerült összehozni a hangot úgy, hogy a telefonnal rögzítem. Eredetileg Bluetooth-on akartam, de sajnos ez a Bluetooth rögzítő alkalmazás, ugye, ami a sisak intercomjával megy, ez hát ha elindult a térkép, akkor megállt, úgyhogy a navigáció meg ez kettő egyszerre nem működött, de így most egy sima füles van betéve, így rá van tekerve a sisakban a mikrofonra, aztán most egyenre csak így veszem. Na itt én erre is egyenesen megyünk. Benya van még valamennyi. Ugye itt van felrakva nekem a GPS. De igyekeztem inkább úgy beállítani, vagy beállítatni Kittivel a kamerát, hogy á, nézd, majd egy volt telekommunikációs kollega. Létre oszlop. Kis nosztalgia. Ugyanis aki nem tudná, Magyarországon 9 évet húztam le a egyik legnagyobb telekommunikációs cégnél. Ilyen oszlopmászás, meg kábel TV, minden volt. Már most csak így, hát egyébként szerettem csinálni, de már nem volt már az igazi a légkör a végén a cégnél, vagy nagy, ugye minden multinál így van ez, hogy ki akarják sajtolni belőled az utolsó csepp leheletedet is, de én most különösen úgy éreztem, hogy ez van. Hát én szívem szerint jobbra mennék, de a GPS azt mondja, hogy balra, úgyhogy menjünk balra. Torrán, azt hiszem itt keresztül jöttünk az autóval is, úgyhogy ilyen, ezek a feltűrendőrök. Hát ez még egy szolidabb is volt egyébként. És akkor most a Foz nevű városkával vagyunk, és most megyünk Cavoyera nevű, ha jó, emlékszem Cavoyera, bár mindig bajba vagyok ezekkel a városnevekkel.
van nálam némi víz a táskába, vagyis a boxba, hátul a motoron. Ugye, ha megszomjaznék itt a nagy dumálásba, de olyan nagyon-nagyon nem akarnék én leszállni a motorról, mert örülök, hogy elindítottam ezt a felvételt, és nem bánnám, hogy a motor vagy a kamera aksia is kibírna egy fél órát. Ez vagy erre? Nem csak erre. Visszafele bajba lennék GPS nélkül. Nem nagyon találnék vissza, vagy csak nagyon nagy bolyongás árán. Hát általában, ha egy városban mászott, mint egy hétig, aztán szerzek némi rutint, helyismeretet, de na, itt volt egy japán naspolya bokor jobb oldalon. Már megtudtam, mert vettünk a Lidl-ből. Már szerintem ti nem láthatok belőle semmit, mert viszonylag elég gyorsan elsuhantunk mellette. Ha esetleg lesz még egy, akkor megpróbálok megállni. Nő egyébként vadon is itt. Még vadon nem kóstoltuk, egyszer vettünk a boltba, de hát nagyon nem savankás valami, meg ilyen nagy a magja, de azért úgy meg lehet enni, főleg, hogyha találsz az utcán. Mert egy pár szőlő ültetvény. Ugye majd közeledünk Portóhoz. Jó kis híres, méltán híres portói bor, amit a híres portugál farafával dugóznak le. És itt rengeteg a farafa, itt most pont nem láttam ezen a részen, de visszább volt. Ugye kérgét lehámozza, amit a kis kapu van itt. Ez nem rémlik, hogy ezt itt eljöttünk volna, de lehet, hogy valami más útvonalon megyünk, mint amin jöttünk. És mindjárt kiérünk a fő útra. Jobb lesz egy kicsit a látvány, mint itt a városban. Ez már itt a főút. Itt egy kollega, nagyobb, vérmesebb géppel. Ugyan nyomába eredünk, de úgy sérjük utol, mert nálam nincs annyi paci. A motor egyébként olyan 90%-at tud, jó esetben síkúton. Remélem, itt a nagyobb félzajnál nem fog nektek nagyon bekavarni. De szigorúan betartva a sebességhatárokat fogunk menni. Hát a portugálok egyébként elég kultúráltan vezetnek, amelyik Magyarországhoz képest, de a spanyolok még egyszer is kultúráltabbak. Szerintem legalábbis, tehát viszonylag előzékenyek a motorosokkal. A városban ugye külön sávban felfestve, hogy motorral előre tudjál menni. Úgyhogy elég jó. Közben igazítottam a mikrofonot, már lehet, hogy kibára elhúztam. Helyezem. Megpróbálom, hogy fentebb gyomrozni a bogár védő alá. Lehet, hogy egy kis fixalaggal le kellett volna rögzítenem, de már mindegy. Na. Talán így jobb lesz. A hang, reméljük, hogy nem nagyon szélzajos. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy még itt, ha rossz lesz a hangminőség is, akkor ne kövezzetek meg érte, mert ez még eléggé tesztüzem, meg eredetileg nem is így terveztem, de sajnos ez a kamerához, ami nekem van, ugye ez az SE 4000-es, hát nem egy ilyen túl modern dolog, de megteszi. Ehhez nem lehet külső mikrofon csatlakoztatni, meg ha lehetne is, problémás volna a vízálló tok miatt. Na, itt van a híres szopató lámpa. Ugye most lassítunk 50-re. Ugye ki van írva, hogy sebességmérés, és most 50-nál megyünk, így nincs semmi gáz. Van benne egy ilyen kis kamera ott fenn, kis radar, és hogyha többen végy, mint 50, akkor szívlán csak úgy megállít. De erről már aztán meséltem, na, micsoda kis szélmalom. Majd egyszer itt elszimulálom megint, bár már kocsival egyszer azt hiszem leszimuláltam. De majd itt eljátszom nektek, hogy kicsit gyorsabban megyek, és akkor, hogy
milyen, ha megállítana. Egyébként maga az a technika elég egész jó. Na most itt is van egy. Na, ő belegangol, de őt nem fogja meg. Na, már most megfogna pirosra, de már ezen átgangoltunk. Na, hát nem tudom, mennyire látszott a dolog. Nem tudom, mik ezek itt, ezek a szélmalmok, ugye hát nem La Manchába vagyunk, itt a spanyoloknál volt ez főleg jellemző, mondjuk La Manchába nem voltunk, ugye ez Madrid alatti régió, ahonnan a híres Don Quixote származik. Na, a térképre tekintve mindjárt elérjük a tengerpartot. A forgalom egyenlőre nem olyan nagy. Délelőtt 10-11 óra körül jár az idő. Egy-két lakóautó. Kíváncsi vagyok erre a kis Polit Fesztiválra. Ilyen nagyobb városban lehet, hogy jobb lett volna ez a motovlog. Barcelona, meg ezek elég érdekesek szerintem. Nekem legalábbis nagyon bejött ott a, nem tudom már melyik múzeumnál van egy ilyen. Na, nézed már. Hát, itt már elszakadt a kilométer óra spirálom, vagy mi van? Ha nem megy a kilométer óra, látjátok? Na de jó, biztos kint van a spirál. Na de csúgy jó. Na én negyedtől még gurul a moci. Na én mindjárt majd ránézek, hogy mi történhetett. Nem bánnám, ha csak valamelyik vége csúszott volna ki. Na úgy látszik ez is itt a rozás valázsa, hogy nullával megyek, látjátok? Nullával. Na mindegy, majd. Kicsit úgy is, ha megyünk haza, akkor rendbe szedem a mocit. Ez az kell bele, nagy probléma, hál' Istennek nem volt vele, újak a gumik, új a lánc. Majd viszont egy ilyen kormány fejcsapágyat cserélnem kell, mert sokáig úgy jártam vele, hogy kicsit laza volt, aztán ott így kottyan, már próbáltam kitakarítani, szétszedni, de ezt a húvgörgős csapágyra fogom kicserélni, ugyanis ebben még ilyen hagyományos golyós van. Mindig van itt valami. Ugyanúgy látjátok itt ebben a lakóautós életben is megvan, hogy hát akár egy háznál, vagy a lakóban is van, ez mindig ez az elromlik, most nem feltétlen kell ilyen nagy dolgokra gondolni. Szerencsére én elég feltalálom magam, aztán igyekszem megjavítani. Na, itt van a tenger, jobbra tessék. Na. Hát beérünk valami városba. Többbe figyelnem kell itt a GPS-re is, hogy nehogy benézzek itt valamit. Mindjárt dumálok is, nézegetek is. Meg minden. Van valami kis pötyi folyó. Több víz van benne. Egyébként errefele jellemző, hogy a térképen folyónak mutatja, de igazából vagy nincs is benne víz, vagy csak ilyen nagyon pici, hát gondolom, hogy a nagy esőzések idején telik ez meg inkább, amikor a hegyekbe elkezd esni az eső. Ugh.
Hát, és túl sok inger még nem ért bennünket. Én nagyon tudnék valamiről beszélni, de ilyen általános dolgokról. Meg aztán majd kiderül, hogy hallatszik-e belőle egyáltalán valami. Mindegy, most minden esetre végig pofázom az utat, aztán majd legfeljebb otthon káromkodok egy jót, ha nem sikerült. De hogyha valamilyen szinten egy elviselhető küszöböt meg fog ütni a dolog, akkor azért fel fogom tölteni. De ha nagyon-nagyon gáz lesz, akkor nem. De meglátjuk. Na, megint itt a szivatós lámpa. A legtöbbször ezeknél még gyalogos átkelőhely sincs. Ja, itt mondjuk van, de nincsen zebracsík. Na, mi történt is, kacók? Valaki város néz, ott elő a nagyba integet az úriember. Na, lesz valami buli. Ott, ha jól emlékszem, abban a Cavoeira, vagy Cavoeiros nevű városkában volt ez a polip dolog, de hát addig a Polip Fesztivál, ami egészen 26-áig tart. Na, tessék. Félig befordul, kifordul, ő is lefordulna. Hát mit el, jesszelünk mellette. Hát most az igazság, hogy csak érzésből megyek, hogy mennyi az 50, mert nem nagyon látom, így nem megy a kilométer óra, de hát nem bánnám, azért nem szakadt volna el a spirál, de egyszerűen valószínűleg tartom, hogy az lehet, mert nem hiszem, hogy kicsúszott volna, de mindegy, már most nem pöcsölök vele, mert nem akarok itt levetkőzni, bevetkőzni, most megállítani a kamerát, stb. Így is remélem, hogy az aksi bírni fogja sokáig, mert utána szinkronba kell hozni a hangot. Na, itt jön egy lakóautós kollega. Látom, németek. Ilyen. Hú, ez jó, ez tetszik ez a felépítmény egyébként, ez a Bimobil, aztán Bimobil nevezetű felépítmény. Hol van közben a mikrofon, hova lett? Megint lecsúszott a kavára a mikrofon. Na, szegény, fentebb tuszkoltam, de az orcámba. Na, itt egy 70-es tábla van, 50-es, de húzzuk neki, mert nem tudjuk, mennyivel megyünk. És úgyis mindjárt utolérjük ezt a kamiont. Viszi a jó kis portugál sört, ez a Sagres. Ez az egyik, hát hanem az ilyen number one sörük, de legalábbis a number two, van ez a Superbock nevezetű, az nekik az ilyen nagyon-nagyon preferált dolguk. Itt egy gyalogtúrázó úriember. Na, én a kilátónál mindjárt megállok egy pillanatra. Itt van egy ilyen szörfös úriember. Egy pillanatra csak kitekintünk, nem fog leszállni, meg ilyesmi. Itt így kinézünk, hogy mi van itt. Hát egy felugratok a patkán. Így ki tudjunk nézni. Na. Ott van a sok szörfös. Na, hát így nyomatják, és ott van is egy ilyen szobor a szörfösöknek. Itt állnak a pecóznak a lakósok is. Ennyi, menjünk tovább. Hát, van itt régi, új, tetszenek ezek a régi mertik is. Na, haladjunk tovább. Majd lehet, hogy a lovat is meg kéne itatnom. Tankolni kéne. Elég drága itt a benya.
legalábbis a spanyolhoz képest, olyan 1 euró. Mindjárt megmondom mennyi. Dízel az 1,449, tehát 1,45. A sima 95-ös az 1,62, 1,63 majdnem. De a gázolajat is inkább olyan 1,50 körül szoktam látni, itt még most viszonylag olcsó is. Hát ilyen diszkontáruházak kútjainál, ugye nálunk is van az Ocean, meg ilyenek, ugye ilyen az Intermarché nevezetű francia áruházlánc. Hát ott lehet így olcsóbban egy 10-10 pár centtel kapni üzemanyagot. Kicsit szörkös. Majd itt, ha megyünk egy kicsit majd arrébb, most azt még nem most, majd ha feljebb megyünk éjszakra még lakóval, van egy város, ha nem tudom pontosan nevét, nem Narbonne, Nazare, vagy valami ilyesmi. Na és ott állítólag az egyik szörfös havarom mondta, hogy ott ilyen nagyon brutál, ilyen több méteres hullámok vannak. De arra kíváncsi leszek így megvizitálni, hogy mégis milyen. Na és akkor látjátok, hogy itt is ki van tiltva, hogy lakóval nem lehet megállni, mert 2,2 méterre le van limitálva ezzel a sorompóval. Na, egyébként itt a portugáloknál még viszonylag laza a helyzet. Sok fele meg lehet állni. Nem jellemző, hogy elzavarnának, legalábbis eddig. Na, aha, itt van a Polip Fesztivál. Ebbe a városkába. Látjátok ezt a sok táblát. Na, valaki megint lefordul. Illetőleg ezek a nagyon érdekesek, ezek a sarlókalapácsos kommunista motívumos választási plakátok. Ahogy látszik, itt még mindig nagyba dübörög a komcsi párt, vagy hát szocialisták, vagy nem tudom, hogy hívják magukat. Nem tudom, hogy itt is most az Európai Unió parlamenti választás, vagy mire készülnek, de valami. Akkumulátor a kamerába. Úgyhogy hát ez elég beta teszt volt ez a motovlog. Ugye a hang se tökéletes. Néha, de már most beleragasztom a mikrofont legközelebb. Illetve van 4 vagy 5 darab aksim a kamerához. Na most leteszteltem őket, mindegyiket egyesével feltöltöttem, és lemértem, hogy meddig bír felvenni. Hát olyan 26-28 perc sajnos. Úgyhogy maximum ilyen fél órás abban lehet, és ugye utólag kell a hangot szinkronba hoznom, mivel a kamera nem rendelkezik külső mikrofon csatlakozással. Ezért utólag kell a hangot szinkronba hoznom, ugye a telefonon külön veszek fel egy hangfájt. Igyekszek majd legközelebb valami értelmesebb helyen felvenni, esetleg rövidebbet, ami izgalmasabb, mert hát itt is egy-két lakóautós parkoló, vagy ez az van benne, de nem túl izgalmas azért, de ha már így megcsináltam, akkor nagy nehezen összeküzdöttem, beöltöztem, akkor felrakom, aztán majd kapom a hideget, meleget. Hát nézzétek meg ezt, nézzétek el nekem, ez van most, úgyhogy sziasztok!